Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Srácok, jöjjön egy kis Warframe, jöjjön Nightwave. Elérkeztünk a Nightwave-nek egy olyan pillanatára, ahol a lore történet igen érdekes fejleményekbe futott, illetve nagyon jó kis kapcsolatokba, és ezekről szeretnék nektek beszélni. Az előző nightwave történetét tekintve nem találtam olyan izgalmasnak, viszont a mostani igen, hogy is mondjam, mély kapcsolatszálakra vezet vissza, továbbá ezáltal kicsit belemélyülhetünk, ha úgy tetszik, Cetus föld az Orokin birodalom lór történetébe is, és jobban megérthetjük esetleg a földön mászkáló eidolonoknak a történetét, és némileg kapcsolat, mégis valahogy kapcsolatban áll a glassmakerrel. Na jó, akkor vágjunk is bele. A történet mesélést a mostani Glassmaker-nek a rövid lore történetével eh, fogom kezdeni, hogy hogy, mint, hány, merre, meddig, aztán később belemegyünk egy kicsit a Cetus környéki dolgokba, és a többi, és a többi. Meglátjátok, érdekes lesz. Szóval, erről a Glassmakerről egyelőre ennyit tudni Nora Knight szavaiból, hogy akár honnan is jött, akár mit is csinált, felfedezte, hogy hogyan változtathatja üveggé azokat, akiket szeretne. Ez a technológia mindenképpen egy Orokin technológia volt, amit az Orokini hetek, vagyis hát az Orokini bíróság, az a hét ember, hozott létre, vagyis az a hét orokin hozott létre, aki felelős volt az ítélet hozatalé az orokin birodalomba, őket úgy hívták, hogy The Seven. Na most ennek a Sevennek, hogy egy kicsit tudjátok, hogy hova tegyétek helyileg ezt a seven ha minden igaz, Ballas is tagja volt. Na most ez a Seven, ugyanez a hét bíró ítélte el Margulist is, mert kiállt a tenókért, és magát Ordiszt is, a.k.a. Ordan Kerris. Na most Ordan Kerris ugye mielőtt Ordis lett belőle ő egy bérgyilkos volt, aki felesködött arra, hogy ki fogja írteni az orokiniakat, de nem igen jött össze neki, mivel hogy lebecsülte az Orokinak azon képességét, hogy halhatatlanok voltak, így aztán ez a hétfős bíróság elé került ő is, és belőle lett Ordis, ugye egy Szefalon, illetve Margulis, mert hogy kiállt a tenókér, ő is el lett ítélve. Nora Knight szavaiból lehozva, ez a glassmaking, vagyis az, hogy üveggé változtatták őket, ez nekik volt a technológiaik, a büntetésük, és ugye ez kiszípolyozta az emberekből a lelket. Na most, az illető, akit a glassmaker elindulásakor láttok, és ugye nyomozni kell, hogy mi történt vele, nyomozni kell a gyilkos után, az az illető, aki ott van, és üveggé van változtatva, a sígnek hívják. Na most ez a síg, ez egy ostrom volt, ugye egy cetuson élő ö, valaki, és ennek a sígnek ö, gyakorlatilag az volt a munkája, hát hogy is mondjam, hogy a toronynak, ami cetuson van, a toronynak a, a húsát, a falán gyűjtötte a hús, húsát a toronynak. Na most ez, ez el kell magyaráznom, szóval el fogom magyarázni a tornyos történetet. A lényeg az, hogy ő egy gyűjtögető volt a toronynál, a toronynak a húsát vágta ki és gyűjtögette ki, ugye ebből élnek ott a cetusiak, de um, valahol úton, útfélen ez a síg nevű bácsi uh, hallott és tanulni kezdett az Orokin birodalomról és az Orokin birodalom történetéről, és ez igen megváltoztatta a gondolkodás módját, és megváltoztatta azon hitét, hogy a, hogy a cetusiak és az ostron nép, hogy azt a tornyot imádják, amit ott van. Ennek a toronynak az, a, a neve az, hogy Unum. Beszélünk a, a, erről a toronyról, és erről Unumról fogunk beszélni. Szóval Un, Unumot imádják az ostroniak, de ő, mivel hogy tanult az Orokin, történelemről, és hogy hogy volt, az rájött, hogy mi ez a Torony, mi ez az Unum tulajdonképpen, és felhagyott a, az Ostron hitvilágával, és hogy mondjam, a bűn útjára lépett. De Természetesen az Ostroniak figyelmeztették, hogy nem kéne ezt csinálni, mert ki lesz tagadva, de úton útfélen az a lényeg, hogy öm, belefutott ebbe a Glassmakerbe, és a Glassmaker. Végül is üveggé változtatta. És ez lesz majd, amit ki kell derítsünk a, a Nightwave-ben, hogy hogy, mint ki kell nyomozzuk a részleteket. De a lényeg, így indul ez az egész történet. Na most ígértem, hogy beszélek nektek Unumról. És unumnak hívják a cetusiak, az ostron nép, ugye unumnak hívják azt a tornyot. Amikor le, el, lemegyünk cetusra, és leszállunk, és nem nyomjuk el a szinematikut, láthat, láthatjuk, hogy a, az emberek dolgoznak, gyűjtenek. A lényeg az, hogy ennek a toronynak érdekes módon regenerálódó ö, húsból vannak a falai, és ez a regenerálódó hús gyűjtik a a cetusiak, és, vagyis az nép és ez látja el őket élelemmel. Most ez a torony, akit unumnak hívnak, érdekes módon saját öntudattal bír. Na most a viki szerint ebben a toronyban él ez az entitás, amit az osztroniak unumnak hívnak, és ugye őt imádják az osztroniak, mint egy istenséget. Továbbá ez a torony felelős a Cetus védelmér. Azért van az, hogy amikor árcsvingel repülsz cetus felé, az ajtó felé, akkor az árcsvinged szétesik, a fegyvereid nem működnek, mert hogy egy pajzsot hoz kör, uh, cetus köré, gyakorlatilag ez a torony, és unom egy pajzsot hoz el létre, és um, így védi a cetusi népet, valamiért lényeg, ami lényeg, ez a, ez a, torony, the Tower of Unum, Unum, tornya, gyakorlatilag az egyik nagyon keves olyan orokin tornyoknak, amik megmaradtak, és a, megvédték a földet tulajdonképpen az Eidolonoktól. Ugye az dolog, mint szentjentek, lejöttek a földre, elkezdték a puszítás, de ez a torony, ez megmaradt egy egészbe, és meg, igyekeztem megvédeni a, a földet. Na most, miután az tenók elárultak az orokinak, és lemészároltak mindenkit, Gara, igen, a Warframe Gara, az végül is ott maradt lent Cetuson, és megvédte a tornyot, és a Cetus népet az Eidolonoktól. Na most, a toronynak magának kuva vére van, a kuva, bár az némileg megbúztolja azt, aki megisze ezt a vért, Tulajdonképpen, és végső elkeseredésében a torony, hogy megvédje a népet, ugye, önmagát és a népet ott, a, úgy utasította a követőit, hogy a vérét adják oda a, a Plains of Eldonon lévő állatoknak, hogy követhessék az egy hogy merre jár. Az egy dolon viszont elfogta ezeket az állatokat, és nagyon gyorsan rájött, hogy a toronynak a vére az visszaállíthatja az ő testrészeit egészébe. Na most egy támadást indított ezek után torony ellen, hogy megszerezze hogy ezt a vért, és gyakorlatilag helyreállítsa a népét, regenerálódjon ő maga is, és helyreállítsa a szentient népet, mivel hogy a szentient nép a Voidon keresztül való utazástól elvesztették azt a képességet, hogy regenerálódjanak a torony utolsó mencsvárként egy energiabombát adott oda Garának, illetve hát még mielőtt egy energiabombát adott volna oda Garának, a Szentientet egy energiamezőbe zárta, tulajdonképpen és akkor utána adott Garának egy energiabombát, és a Gara feláldozta magát, és felrobbantotta ugye az Eidolont, és darabjaira szállt a garra, Tehát ez lenne amúgy a garának valamilyen szinten a lore története, és így fűzi hozzá a garát Plains of Eldalonhoz. Ez az Eldalonnak a történet, hogy egy igen komoly háború folytat, és most ugye az Eldalonok <coughs> el vannak veszve, akik ott vannak gyakorlatilag, és keresik a testrészeiket, hogy összeálljanak, de hát nagyon nem igazán fognak. Szóval ennyi, ennyi lenne. Így kapcsolódik a Glassmaker, az Orokinhoz, egy toronyhoz, a Cetus néphez, az Eidolonokhoz és a háborúhoz. Ahhoz, ami jön és ami volt. Életve a tanókhoz mi hozzánk, srácok. Minden esetre meglátjuk, hogy ki ez a, ez a Glassmaker. szerintem valami Orokini visszajött, hogy beincsen egy-két emberkének, de hát majd meglátjuk, hogyan fog alakulni. Ha tetszett a sztori, akkor dobj egy lájkot, like um, ja, iratkozz föl, Discordunk bárki számára elérhető link a videó leírásában, um, csatlakozz a klánhoz, link a videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!